Következő vendégem pedig Fonti Kriszina, a Fidesz-KDNP 12. kerületi polgármester jelöltje. Jó estét! Jó estét kívánok! Hát hegyvidéken is van erős kampány, ha ezt az enyhe kifejezést használhatom. Igen. Folyamatosak ott is a plakátrongálások, nem csak abban a kerületben, ugye máshol is, és elég erősen bírálják egymást a jelöltek. Mennyiben érzi azt, hogy most ez kemény harc a kerületért? kemény harca kerületért, hiszen mi nagyon sok mindent tettünk azért, hogy egy békés, nyugodt, értékekkel teli kerületet hozzunk létre az elmúlt 18 évben, és fontos számunkra az, hogy ezek az értékek, ezek a hagyományos értékek, ezek megmaradjanak a hegyvidéken. Nagyon fontos az, hogy az ott élők biztonságát, nyugalmát a továbbiakban is meg tudjuk őrizni. Nagyon sokat tettünk ezért az elmúlt időszakban is, és fontos az, hogy ez így is maradjon. Érdekes és ugye az egyik kihívója vagy egyik vetétársa lesz, inkább így fogalmazok, Kovács Gergely, a kétfarkú kutyapártól. Az ő javára mondott vissza, vagy lépett vissza Kendernai János az LNP egykori társelnöke, viszont a kutyapártnál most kerültek napvilágra olyan jellegű felvételek, hangfelvételek, ahol inkább a fiktív számlák, a nem megfelelő gazdálkodás volt a jellemző. Nagy kérdés egyébként, hogy az emberek ott a hogy ítélik meg őt. Igen, valóban így van, előkerültek ilyen hangfelvételek, ahol arról hallhatunk, hogy, hogy nem könyvelték rendesen a dolgokat, nem voltak számlák, elhangzik talán, eh, ahogy a cikkben olvastam, olyasmi, hogy a készpénzes költésekről egyáltalán nem voltak számlák, eh, dilemáznak a szereplők, ugye itt, itt egy közgyűlésen készült ez a hangfelvétel, é, és, és itt a, párt, a viccpárt vezetői és tagjai azon dilemáznak, hogy mit lehet csinálni, esetlegesen milyen kamuszámlákat lehet szerezni, ami kell, lefedik ezeket a hiányzó számlákat. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen kicsi, viccalapú pártvezetése esetén is komoly problémát jelent. Hát még egy kerület esetében, amikor több tízezer embernek az adóügyeit, szociális ügyeit, óvodáztatását, bölcsődéztetését kell pontosan odafigyelve végezni. Én látom azt, hogy a hegyvidékiek komolyan aggódnak. És van még egy dolog, ami miatt komolyan aggódnak a hegyvidékiek. Valóban zajlik a kampány, és én nagyon sok emberrel találkoztam az elmúlt időszakban, részben az utcán, nagyon sokat standolok a kerületszerte, illetve járom a házakat is, és az emberekkel elbeszélgetve azt látom, hogy van még egy téma, ami nagyon komolyan aggasztja a hegyvidékieket. Ugye maga a viccpárt elnök úr elmondta saját magáról egy nyilatkozatban azt, hogy ő drogtermesztésből élt. Sőt, még azt is elmondta, hogy jobban élt drogtermesztésből, mint politikusként. És az emberek úgy látom, hogy döbbenten állnak ezelőtt a dolog előtt, hogy ez egy bűncselekmény, itt egy bűncselekményről van szó, amit egyébként úgy emleget a viccpárt elnök úr, hogy hát ez már elévült. Ugye a kutyapártnak a működésére, vagy pénzügyi problémáira is annyit mondott, hogy már rendezték, hiszen ugye ez egy 2021-es hangfelvétel, csak most került nyilvánosságra, és azt mondta, hogy azóta rendezték ezeket a problémákat, viszont hadd idézzek ebből, mert ugye nekik van egy alapítványuk, és elhangzott az egyik felvételen, hogy ha az a kényszerhelyzet, hogy a savköpőnél az alapítványnál több a pénz, akkor megpróbálunk onnan Költeni, és a kutya pártot, mint pártot kimélni ebből a szempontból. Alapítvány nem finanszírozhat egy pártot, vagy a párt működését. Így gyakorlatilag egy teljes káosz van itt, és azt látjuk, hogy, hogy ez a működésük egy teljes káosz, ők maguk is így működnek, és hát valóban valahogy úgy tűnik, hogy ami már volt, az elmúlt, most már nem kell vele foglalkozni, hasonló ez a drogtermesztéssel kapcsolatban, és az emberek azt mondják nekem, hogy, hogy ez, ez az ember, ez hogy teheti azt, hogy egyáltalán hogy merül fel az, hogy ez az ember legyen a polgármestere esetlegesen a kerületnek. Komolyan aggódnak emiatt a kerületiek, mi viszont szeretnénk megtartani azokat az értékeket, amelyek fontosak nekünk. Nagyon sok idős él a hegyvidéken, ez tulajdonképpen sok mindennek köszönhető. Egyrészt egy gyönyörű zöld egészséges környezetben élnek, nagyon egészségtudatosak a hegyvidékiek. Sokan vannak, több mint 15 év feletti polgárunk van. Ezért aztán nagyon fontos számunkra az, hogy, hogy gondoskodjunk róluk. Ugye ez egy nagy öröm, hogy ilyen sokáig élnek a hegyvidékiek, de természetesen az önkormányzatra azért sok feladatot is ró ez. 15-ben elnyertük az idős barát ön kormányzat címet, és én azt gondolom, hogy ez nem véletlen, mert nagyon sokféle módon gondoskodunk az idősekről. Idősekről és fiatalokról is kell, hiszen a főváros szerte probléma a lakhatás, a megfelelő árakon történő albérlethez jutás, vagy egyáltalán az, hogyha aki szeretne, és van egy induló tőké, akkor vásároljon magának ingatlan, hiszen ezáltal akarják ott tartani a kerületben a fiatalokat. Így van, ez komoly probléma, manálunk nálunk, hiszen a kerületben nagyon magasak az ingatlanárak. Ennek az is oka, hogy az elmúlt tíz évben gyakorlatilag nagyon kevés lakásépült a kerületben. Hogy csak egy példát mondjak, a 11. kerületben tízszer annyi lakásépült az elmúlt időszakban. Nagyon beállt az ingatlanpiac, nagyon felment ezáltal a lakások ára, és a fiatalok azok zömmel más kerületekbe, illetve zömmel az agglomerációba szorulnak ki. Ennek aztán sok következménye van, hiszen az agglomeráció az nem képes arra, vagy sok a legtöbb agglomerációs település, hogy ellássa is óvodával, bölcsödével, kulturális intézményekkel azt a sok embert, aki kiköltözött oda. Ezek miatt is, ezekért a szolgáltatásokért is bejárnak a, akár a 12. kerületbe, hiszen mi ott a határon vagyunk, illetve. Természetesen dolgozni is bejárnak. Ennek aztán több következménye is van. Egyrészt a nyilvánvalóan egy, egy nagyon komoly átmenő forgalom. Ugye a navigációs applikációk azok gyakorlatilag a kerület kis utcáira terelik az autókat, komoly problémát jelent a parkolás is, amint Egyébként igyekszünk segíteni, keresünk a megoldásokat ezekre a problémákra. Most hoztunk több olyan rendelkezést, pont a parkolással kapcsolatban, amivel igyekszünk segíteni a helyben élők parkolását. Fonti Kriszina, köszönöm, hogy itt volt nálunk.